Mindkét csapat igyekszik azért a jelen pillanatban legerősebb összeállításában felvenni majd a harcot. Ugye Ila szerelésben játszanak majd a hazaiak, és Tiszafehérben pedig a Kecskemét csapata. Anton viheti el a megpattanó labdát, Anton most egy lépés előnyben, ott az érkező ember, és ott van a vezető újpesti találat az első negyed óra végén, Stanislav Jevic. Befújta a 11-es, bizony. Nem. A labdában esik el Bebeto. Savic pedig bevágja, és ezzel egyenlít a félidő hajrájában a Kecskemét. Nem vagyok meggyőződve, ott a labdára lépett rá Bebeto. Ettől függetlenül a megadott 11-es be kell rúgni, ezt Savic meg is tette. Vasiljevic teszi be. Nem csúnya ez a megelőző fejes, csak az a nagy probléma, hogy ez a saját kapujába ment. Megpróbálja Savic összeszedni a labdát, most ők Enin fullal nem értették meg egymást, és ebből megint ott lehet a lehetőség. Šujić irabolhat meg a kapu felé, Šujić 11-es. És nézzük Vasiljevicet, valami németet, 3-1. Goratörően játszik az Újpest, ez tény, és ennek most már meg is van az eredménye számukban is. De teszi oldalra a labdát és kapja vissza, aztán nem tud indulni a társ, így Šujić viheti el. Šujić, és ez is 11-es. 64. perc elején nézzük Vasiljevicet, ismét valamint német Viktort, az elsőt belőtte, a másodikat is belövi. Az gyönyörű, Šujić, Csibuabua, gólhelyzet, ott az ötödik, a 71. percben. Itt Šujić is még megcsinálja a cset, egy kicsit messze pattant tőle a labda. Megint nála a labda, közben pedig Forró odalép, és hogy miután ez a második sárga lapja lesz Forrónak. Így kiáll idő előtt. Simon indulhat meg. Simon nem volt igazán megjátszható ember, úgyhogy inkább Sidibét választja a jobb oldalon. Sidibe beadása! És ott egy újabb öngól, ami sikerült Gyagya Attilának, az összejön Vukasovicsnak. Kassai Viktor lefújja a találkozót, így véget ér a Kecskemét szenvedése.